Na, sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk Eszkimóval, aki, hát, mint tudjátok, szokásos, bent fekszik a kennelben, melege van neki, igaz. Indult egy új sorozat a rövid huskis videók néven. Ugye hát ez az, ami ilyen 6 percnél rövidebb videókat fog tartalmazni, ebből lesz a legtöbb, ebből a sorozatból. És mostanában sok volt a hosszú videó. Maga a videók száma is drasztikusan le fog csökkenni, tehát a jelenlegi szám az gyakorlatilag megszűnik létezni. És 2 darab maradt hetente, az hétvégén kerül ki. Hát most pont nem csütörtökön kerül ki. Ja, már a csütörtök van, de ez majd valószínűleg vasárnap fog kikerülni ez a videó. Ez mind légy amúgy, ez a sok. Ez rengeteg légy ide bejön. Vagyis inkább, ahogy így falu szoktál mondani, hogy pusztújka, ugye hát azért, hogy pusztuljanak-e, ha azt mondod nekik, hogy légy, akkor lesznek. De halljátok, nem? Tehát itt a vásodban pokol van, annyi. És nézzétek meg a kis paprikát. Hát, így néz ki, ennél kicsi. Még, de már azért nőnek, szépen nőgetnek. Oh, ez is ilyen koktél méretűek ezek. Jé, ez itt már magzik fel. Ah, kurva, enyeredet már, azért sem. Jó, hogy itt felmagozzon. Látjátok, hogy már jön a virága. Ez nem jó. Ez nem jó még izéni se. Ez még őrölve sem. Ez olyan kemény lehet, mint a szikla. Neked ki kell tépkedni. Amelyik magzik, az nem jó. Hát itt is már látjátok, jön a bimbó ennél a nagynál. Hogy őt kiszedjük. Megnézem, hogy milyen kemény. Jó? Addig. Adok ki. Ennek talán nincs annyira még elfáll. Szerintem az még menthető. Srácok, ezek szem menthető. Nézem. Ezért elég fás lehet, de megnézzük bent, jó? Négy kint a melegben. Nézzel légyünk, hanem benne megnézem. Felzágom. Így megnézem, menthető-e. Só is van. Nem a só kell, hanem a reteknek az állapota, hogy milyen. Ó, ezek simán menthető. Azért a kukac, ezt azért megcsúcsálta. Kukac azért ezt itt rendesen megcsúcsálta. Igaz, hogy igaz, de hát maga a belseje az jó állapotban van. A kukac, annyi, hogy a kukac egy kicsit megcsúcsálta. Ha még simán menthető. Hiába jött már neki. Egy kicsit fás. Most nem magam vagy. Szép a választamunk, igaz? Hú, az erős. Minden be van vágva egy medence tisztító szivattyú. Ezt azért használjuk, mert ezzel pumpáljuk ki a medencéből a vizet, ami még menthető. Tegnap előtt itt hatalmas szenvedések voltak vele.
Ó, nézzétek itt a vasal. Már napok óta nem kaptak. Most tisztul ki a vízük, igen, mert... Halak amúgy, halakra nem mérgező a penész, tehát a penészes kenyeret érdemes neki odaadni, mert jó, igaz, lehet egy kicsit romlott, de az igazából semmi komolyabb nincsen. Ugye letesztek benneteket. Bedobálok neki. Jó, jönnek fölfele, mint az állat. Milyen szépek ezek a nagy feketék. Akkor marha nagyok már. Annyira száraz, hogy nem bírják megenni. Viszont gyorsan meg fel kell kapnom akkor. Úgyhogy nézzétek meg gyorsan. Már látjátok őket. Szia! Az Alina közben megvan a jogosítványa. Úgyhogy látjátok, igaz? Úgyhogy... Kaprok nagyon szépen növekednek, már magzik is. Az a sor itt már magzik. A napraforgó meg ma majdnem ember magasságú, majd jönnek itt középen a bimbója. Reméljük mag is lesz bennem, azt a madaraknak termeljük ezeket. Aki random kinőnek, ezeket a madaraknak odaadjuk. Hadd csipegessék ki. Na, itt van ez kimó. Még nem tudom. De majd mindjárt. Csak most épp videót forgatok. Szomszédban itt a kakas, az közben itt rakoncátlankodik kaka kukorékon. Az a rakoncátlankodás, hogy itt. Most hát jó lesz telefontartónak. Jöjjtok csak egy kicsit. Be kell állítanom. És akkor most belátok a kanálba. Hallóka! Szépségem! Nézd ide a kamerába. Nézd bele a kamerába. Hát sajátok bele nézett a kamerába, mert ő nagyon aranyos kis kutya, igaz? Egész nap ő kenelben van. Aztán utána elviszik egy jó hosszút futni. Ez nem arról a gond. Hát igen, ez nem rövid házkés videó lesz. Úgyhogy... Ez valami kutyás lesz. Nem tudom, vagy ma, vagy vasárnap, de ki fog kerülni. Nem fogok viszont már minden nap videókat csinálni, mert... Mint mondtam, ugye hát... Ez a problémák akadtak, nézzétek. Nézzétek, hogy eti a kutya szőrt. Nem, nem eszünk. Ez nem táplálék, igen, ez nem táplálék a saját szőröd. Nem esszük meg a saját szőrünket, mégis még mindig jön belőle a szőr, hiába fésüljük. Hát igen, szegénykéknek ilyen az a nyár. Tehát ilyenkor el kéne vinni őt kutyakozmetikushoz, csak az a baj, hogy nem akarok, hogy ugye ott karomvágás, az, azt is csinálni kéne, de nem hagyja. Nem akarjuk, hogy megharapja a kozmetikus, tehát a karomvágás, azt nem... Azt nem hagyná. Nem hagyná, egyszer próbáltuk. Egyszer vittük el, akkor is megkapta a kozmetikust, azt mondta, hogy vigyük onnan. Tehát ő nem szereti, ha a karmához nyúlkálnak, mert elvileg fáj neki. Mert ebben már idegvégződések is vannak. Viszont ha a bundáját simogatják, hogy azt tápolják, azt bírja. Azt szereti. Jó, nem mindig. Bár egy idő után megmondja azt, akkor harap meg minden. Úgy, ja. Úgy, ja. Rohadt légy. Rohadt szemtelen légy. Igaz, jaj. Őt is bántják. Szegényt.
Igen, már várják. Legyek azért itt már tényleg azóta, azért rengeteg dolog történt, például a kút, a vízhozama annyira lecsökkent, hogy már nem tudunk öntözni. Tehát úgy képzeljétek el, hogy már nem bírunk öntözni a kútból, mert annyira lecsökkent a vízhozama. Tehát annyira le van már amortizálódva a vízhozama a kútnak, nem lehet vele még locsolni se. Már máma is vagy kétszer állt le reggel, amikor öntöztem. A szivattyú. Hát igen, a kútnak ez a... Na jó, van egyed. És tényleg megeszi saját. Saját. És megette. Megeszi. Mert bolond. Bolond kutya. Bolond vagy, bolond. Bolond vagy te. Bolond. Bolond vagy. Azt hiszi mindenre, hogy kaja. Na, szerintem akkor ennyi lett volna mára. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel. És kapcsolj be a kis harangot, mert ha azt a harangot nem kapcsolod be, akkor nem fogsz értesülni a legújabb videókról. Úgyhogy, sziasztok! Köszönj el, Eszki! Sziasztok!